Családok is érkeztek a társasjáték maratonra, dobókockák hangja és nevetés zengte be a művelődési házat. Kártyajátékok közül is szép számmal lehetett választani. A legkisebbektől az idősebb korosztályig mindenki megtalálta a neki megfelelő játékot. A szervezők mintegy 60 fél évvel készültek a nem mindennapi eseményre, a résztvevők nagy örömére. Nekem ez nagyon tetszik. Ugye már pár éve tudom követni, amit csinálnak a gyerekek a társasjáték terén itt a faluban. Főleg télen vannak rengetegen, akkor ugye heti szinten összejöttek péntekenként este. Ez meg úgy tudom, hogy a második ilyen maraton. Azért jó, ami megmozgatja a fiatalokat itt a faluban. A szervező Várvölgyi Ifjúsági Klub tagjai vallják, fontos, hogy több legyen a személyes kapcsolat, ne csak az online térben találkozzanak egymással. A társasjátékozás minőségi időtöltés, hiszen azoknak a társaságában tölthetjük, akikkel jól érezzük magunkat. Mindenkinek megvan a saját kedvence a játékok közül, ezeket pedig úgy jó használni, ha másokkal is megoszthatják. Két éve alakultunk, mint Várvölgyi Ifjúsági Klub, olyan céllal, hogy egy kicsit a falu népét megmozgassuk, ezáltal szoktunk szervezni ilyen társas esteket, és már tavaly is rendeztünk egy ilyen 24 órás társas játékmaratont, és nagy sikerrel való tekintettel az idén is megrendeztük ezt. A szakemberek is javasolják, hogy minél többször vegyük elő a táblákat és a kártyákat. A társasjátékok ugyanis segítenek elsősorban a legfiatalabbaknak a koordináció finom hangolásában, továbbá türelemre és a szabályok betartásának fontosságára is tanítanak. A játékok hozzájárulnak a koncentráció és a fókuszálás javításához, valamint segítenek elsajátítani az együttműködés fontosságát. Csapatépítő hatású is, taktikai és a stratégiai érzékeket is fejlesztik. Ezek mellett egy szórakoztató társasjáték segít a szellemi fittség megőrzésében is.